Ukrajnában törvénytervezet készül, amely a katonai behívók e-mailben és ajánlott levélben történő kézbesítéséről rendelkezik. Jelentette be kedden Fegyér Veniszlávszki parlamenti képviselő, a legfelső tanács Nemzetbiztonsági és Védelmi Bizottságának tagja az Erbeka Ukrajna hírportálnak adott interjújában. Venislavski a készülő új mozgósítási törvénytervezettel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a tervek szerint e-mailben és ajánlatlevélben is kézbesítik a katonai behívókat a jövőben. Tisztázta, hogy az ajánlatlevél kézbesítéséről szóló értesítést a postalátákba juttatják, a katonai behívó tartalmazó levelet pedig a postai alkalmazottaknak személyesen kell átadniuk az érintetteknek. Ez az úgynevezett nyilvános behívó tette hozzá. A honatja szerint az e-mailek esetében Ukrajnában gyakorlatilag már működik a hatkötelesek és sorkötelesek elektronikus kabinetje, amely minden azonosító adatot tartalmazni fog. Ezek a szabályok megkönnyítik a behívást és megakadályozzák, hogy az emberek visszaéljenek azzal, hogy nem kapnak behívót, és ezáltal nem sértenek törvényt. Magyarázta. A törvényjavaslat készítői ugyanakkor azt kívánják lehetővé tenni, hogy ne csak a területi toborzó központok munkatársai, hanem a helyi önkormányzatok és a végrehajtó hatóságok is kézbesítsenek katonai behívókat. Ezt azért tervezik, hogy tisztázzák minden hatóság hatáskörét a mozgósítás ügyében, mondta a parlamenti képviselő. Volodymyr Zelensky megfizet az általa elkövetett hibákért, és az ukrán nép csodálkozik, hogy miért nem készült fel jobban az ország. Jelentette ki Vitali Klitschko kia polgármestere a Sky News beszámolója szerint. Klitschko szerint az ukránok kezdik elveszíteni bizalmukat a háborús vezető válság kezelésében. Az emberek csodálkoznak, hogy miért nem voltunk jobban felkészülve erre a háborúra. Miért tagadta Zelenszkij a végsőkig, hogy idáig jutunk, mondta a polgármester. A Der Spiegelnek adott külön interjújában azt nyilatkozta, egy bizonyos ponton már nem fogunk különbözni Oroszországtól, ahol minden egy ember szeszélyétől függ. A téli körülmények megnehezítik az ukrajnai harcok menetét, mondta Jens Stoltenberg, NATO főtitkár, Rusztem Umerov, ukrán védelmi miniszterrel folytatott megbeszélésekor. Mivel a tél várhatóan megnehezíti a harcok menetét, Stoltenberg hangsúlyozta, hogy a szövetségesek eltökéltek abban, hogy megerősítsék Ukrajna politikai és gyakorlati támogatását az orosz invázió elleni védekezésben, közölte a NATO. Emlékeztettek arra, hogy az előző napján Stoltenberg NATO főtikkel azt mondta, hogy Ukrajna helyzete rosszabbodhat, ha a Nyugat nem növeli a fegyverek szállítását. Véleménye szerint Ukrajna kritikus helyzetben van. Emellett egyes európai tisztviselők attól tartanak, hogy Ukrajna harctér helyzete ezen a télen romolhat. Az ukrán hadsereg ugyanakkor úgy véli, hogy az idei tél könnyebb lehet, mint a tavalyi, mert Ukrajna felkészült rá, és az oroszok nem rendelkeznek annyi erőforrással, mint a háború elején. Netanyahu nem pusztán háborús bűnösként, hanem a gázai mészárosként kerül majd bíróság elé, úgy, ahogy egykor Szlobodán Milosevic szerbelnök. Szögezte le Recep Tayyip Erdogan az iszlám együttműködési szervezet isztambuli ülésén. Hozzátéve, Gáza palestin föld is mindig a palesztínoké marad. A török államfő ugyanakkor a nyugati országokkal szembeni ellenérzéseit is kifejezte. Szerinte vakok és süketek és feltétel nélküli támogatást nyújtottak Izraelnek abban, hogy még több gyereket ölhessenek meg, valamint aláhúzta, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni Izrael nukleáris fegyvereit sem. Izrael hivatalosan sosem ismerte el, hogy rendelkezik atomfegyverrel. Bírálta emellett az ENSZT is, azt vetve a világszervezet szemére, hogy elbukott és immár nem képes békét is reményt adni az embereknek. Ennek ellenére méltatta Antonio Gutierrez ENSZ főtitkár erőfeszítéseit. Úgy vélte, hogy a főtitkár elképzeléseit a biztonsági tanács tagjai nem veszik figyelembe. Megismételte a BT reformjára vonatkozó terveit is, kiemelve, hogy a szervezet öt állandó tagja, az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, az Egyesült Királyság és Franciaország nem jelentik az egész világot. Erdogan a gázai háború októberi kitörése óta többször terrorista államnak nevezte Izraelt, mely szerinte háborús bűncselekményeket követel a gázai övezetben, és azt hangoztatta, hogy nem tartja erről szervezetnek az övezetet irányító hamaszt.